Úgyhogy akkor ott folytatjuk, ahol a legutóbb abba hagytuk. Mégpedig gyorsan egy kis review, hogy hol tartunk. Azt mondja, hogy ugye ez itt leállt, mert volt elég betongyártás. Meg abból is teljesen jól állunk. Azt mondja, hogy itt elkezdtünk ugye már kaját csinálni, az is rendben működik. Nézzük egy átlag boldogságot itt a burkon belül, kupolán belül. Azt mondja, hogy a sanity az viszonylag alacsony, 57, de ez majd növekedni fog, ha adok hozzá még esetleg egy parkot. A komfort is 67, azt mondja, 5 ember nem tud vásárolni, kettőnek nincs a luxus kielégítve, illetve egy-egy a drink és relaxation. Ez majd a parkkal szintén meg fog változni. Morális viszonylag alacsony, ez valószínűleg abból következik, mert ugye párszor folyt itt a oxigén és a víz ki a kupolából. Nézzünk egy térképet, hogy mi az, amit felfedeztünk. Itt már van 3 anomália, de nem tudok még fölmenni. Akkor lehet, hogy ebben a részben építek is majd egy alagutat, ami ide föl fog vezetni. Itt egy-két dolog már kivajolva szkennelésre, azok jók. És akkor igazából tényleg folytassuk, akkor itt már épül egy másik dóm. De le kell hozni majd a drónokat, illetve ezt meg kéne javítani, meg ezt is. Az pedig ugye úgy fog megtörténni, hogyha ide hozzáadok lerakó helyeket, ahova átviszik a szajrét. Azt mondja, hogy ez elér itt mindent, akkor valahova ide kéne lepakolni egy depót. Ami akkor legyen kimondottan ennek mikrojavításhoz elektromos áramkör, illetve ehhez építéshez beton, fém és polimer, úgyhogy akkor 4 depót kell lepakolnunk. Lesz egy beton, lesz egy fém, pontosabban fordítva, lesz egy polimer, és lesz egy elektronik alkatrész. Csak ide hozzanak mondjuk polimerből 30-at, fémből egy olyan 80-at körülbelül, betonból is egy 80-at, illetve ebből akkor egy 10-et, és akkor ez elég lesz a javításokra. A minden igaz, akkor itt most már elkezdtek a drónok dolgozni, de csak 2 működik, és akkor innen, itt van 3, az se jó. Át kéne vezényelni egy-két drónt, akkor ezt itt mind egyelőre ebbe a pontba. Még szerencsére bírják aksiol, úgyhogy oda vissza fognak érni. Akkor amíg ez halad, akkor addig nézzünk ide egy parkot. Nem jó helyre összkedves drón, hanem ide. Akkor azt, hogy nézzünk egy parkot. Azok itt vannak a dekorációk, és azt mondja, hogy méretében ez nem tudom, hogy akár ide be is férne. Azt mondja, ez az Ellie, ez relax, exercise és playing igényeket elégít ki, mint hogy az összes többi. És akkor igazából mindegy, hogy melyiket választom. Jön ez a kert, illetve egy kicsi kert ide középre, sőt ide akár lehetne többet is hozzáadni az üres helyekre. Talán ennyi az összes üres helyem. Aztán lehetséges, hogy ide még le kéne tenni egy kicsi kupolát. Ez a mikrodóm, de pont el is férne. És akkor össze lesz kötve az a 3 egy átjáróval majd többiekben. Azt mondja, hogy árammal nagyon jók vagyunk, víz és oxigén is teljesen jól gyűlik. Elektronikai áramkörből kéne hozzahoznom, pontosabban a földről hozni. Nem is tudom, hogy hozok-e ezekbe valamit, vagy nem, úgy látszik nem. És talán itt is elkezdtem egy központot lerakni, emlékszem, de tetszik, hogy nem. Mondja, hogy ez a központ, ez eddig ér el, tehát eddig a szikláig.
felül, tehát itt vagyunk. Nem tudom, hogy innen a alagút el fog érni a másik oldalra, vagy sem, vagy közelebb kell hozzam. De jó lenne, hogyha sikerülne minél megcsinálni ezt a CO2-es kutatást, ezzel lehetne majd hosszú távokat áthidalni. 6300 science költsége, és hát most abból még nagyon messze vagyok, ez 10 nap lenne, mire kikutatnám. De kell. Semmi gond, fönn van YouTube-on, úgyhogy bármikor be tudod pótolni. Föl vannak bontva fél órás részekre, úgyhogy akár meg lehet nézni egy délután alatt is, vagy külön-külön. Azt mondja, hogy ide el is kezdtek már hozni szarrét, nagyszerű. De ez hoz egy fémet, ez is egy fémet. Esetleg a transportommal tudnék rásegíteni. Van a kicsi kocsi? Itt van. Akkor ezzel a transporttal elhozok valamennyi áramkört. Ezért kell ezt javítani. Akkor elvileg onnantól már beindul a dolog. Én akkor felveszem 3-as sebességre megint csak, hogy gyorsan haladjanak itt a dolgok. És azt mondja, van itt egy, az elég is lesz ez a 8. Majdnem annyit is kértem, és ezt ide ki is szeretném pakolni. Villog itt valami SETI satellite, azt mondja, hogy hát ez valami olyan műhold, amit a Földről hoztunk el, de hogy ez pontosan milyen terepet tölt be, azt nem tudom, hogy valamit itt aktivált. Szerintem egy ilyet is lassan elkezdhetnék, ugye 8 ember kell hozzá. Oké, és nem fognak dolgozni azok az emberek, akiket ide elküldök, de új technológia lesz a jussom, úgyhogy tessé lenne baj, hogy elkezdeni, csak nincs elég szabad rakéta. Jó. Ez itt meg is javult közben. Akkor most már ezt is elkezdik majd építeni, hogyha ha ide lehozzák a cuccot. Akkor pár drónt is most már át kéne vezényelnem. Hát itt nagyon sokan vannak, 18 és alig dolgoznak, úgyhogy akkor jöjjön ez itt a 10 ebbe a központba. Mondja, hogy ez le tud landolni, akkor azt mondja, ez ment el egy expedícióra korábban. Hát a Commander is 3 drónnal tud itt dolgozni. Igen, ebben akkor nem volt semmi, úgyhogy akkor ez valószínű, hogy lícium volt. De viszont mindjárt hazaér, akkor tudok hozni más dolgokat. Embert talán még nem. És azt hiszem volt egy olyan hát anomália, amikor ugye embereket tudtam volna befogadni, de mégsem volt rá elég helyem, úgyhogy azt elvetettem. De lassan kéne egy új ember kolóniát is megcsinálni, akkor ebbe a kupolába. Ez a hangyás sztori, ez vicces. Talán egy picivel még arrébb jöhettek. És ugye itt már is kezdtek behozni dolgokat, meg is van az összes fém, beton kell még, illetve polimer. Ezeket pedig már a kis drónjainkkel kezdték ide hozni. Illetve ott látom, itt fémet is behoznak valahonnan, távolból. És akkor, akkor két dolog is, egyik a kutatás, nézzük, mit betenni utána. Akkor mindenképpen kezdjük el most már ezt. És akkor a rakétát is. Hogy ez is megtelt üzemanyaggal, akkor ezt is küldjük haza. És akkor ami viszont otthon van, azt akkor pakoljuk is meg. És ugye ez a Vega rakéta volt az első, amit használtam, akkor ezt én most át is nevezem a sikeres Mars expedíció nyomán Perseverance-re. Ezzel adózva
a sikeres leszállásnak. És akkor ezzel hozzunk el mindenképpen most áramkört. Még akkor kéne sok, sok drón. A 15 talán jó. Betonnal jól állok, kajával is jól állok, azt mondjak, ezt mondjuk gyártom, de kis tartalék nem baj, ha van, illetve a polimer is. Tünk prefab épületeket, szerintem ebből már nem kell egy sem, itt időkérdése, és lebírom tenni az új kupolába a dolgokat. Tényleg itt már legalább semmit nem kell hozni. Akkor nézzünk még egy-két ilyen scanner drónt. Jó, szerintem ennyi, ennyi elég. Akkor kicsit segítsünk rá szintén a dologra, és hozzunk át innen egy-két betont, tehát a maximális mennyiséget. Nyolc. Nagyszerű. Pakolhatjuk, azt mondja, hogy ide. Azt nem értem, hogyha... Ja, jó, igen, akkor itt kapcsoltam, tehát akkor ide nem kell az a 10, vagy esetleg az építéshez jók lesznek, de akkor ti hárman eljöhettek még ide, többen hozzák le a dolgokat. Közben is kell dolgozni. Super. Lágszorúval bogára vadászni. Egyébként van egy ilyen játék, most azt hiszem, hogy mondtad, hogy nem tudom mi a neve, de direkt az a cél, hogy, hogy minél, minél többféle bograt és ízletlábút lángszoróval, ilyen, ilyen öngyújtóval és sprével megöljünk, úgyhogy ajánlom félbe azt a játékot, hogyha ilyen fóbiák vannak ott, aztán tényleg lehet őket írtani. Pikpak. Ide mindig jöhetsz a csatornára, itt, itt mindig szívesen látunk. Közben nézzük meg akkor ezt a csatornát, hogy ide mi kell az alagúthoz. Hát elég költséges, 80 beton, 20 fém és 30 alkatrész. Talán akkor le is tudom tenni magasságra. És nézzük meg, hogy ki tudom majd tenni a másik felé. Ki? Nagyszerű, akkor ez itt jól is működhet. Még akkor mondjuk ebben a felében. Azt mondja, hogy ide is akkor át kéne pakolnunk egy-két dolgot, mert ez a központ nem ér el a főraktárat. Akkor ide is át kell hozni majd transporttal alkatrészeket. Azt mondja, azok itt vannak. Meg is jött a rakéta. És most már lehet, hogy csinálnék én egy dedikált leszálló pályát a rakétáknak. Hülyeség. Egyébként itt tudjuk, kétféle landing pad van, egyik ami a mi rakétáknak szükséges, a másik az pedig a különböző NPC által mozgatott, vagy irányított kolóniák közti kereskedelemre való. Ott tegyük teljesen, hogy tegyem le a sajátomat, ugye? Akkor ebb az irányba. És akkor a másik az meg majd valahogy ide kerül. Őt ki is hoztak ide mindent, ami nem is baj, mert akkor innen is lehet majd ezt termelni, és akkor meg is épült a következő dom. Ezt ki is kapcsolom, hogy ne fogyasztjon még itt semmit. Akkor be kell hoznunk ide az ellátmányos csövet. Azt mondja, jöjjünk akkor eddig, és igazából jöhetünk teljesen a végéig is, illetve akkor még az áramot kell elhozni. Ó, ez is épül. Akkor ide kell ugye elhoznunk a dolgokat. Egy unload ide. És akkor az itt megjött 15 darab drónt. Ha végeztek a kipakolással mindennel, akkor
akkor ide át fogom mozgatni a fűbe, mondjuk egy Estonival akár jöhet is, fogom megvárni. Jó, akkor ezzel megvan a részben az alkatrész, akkor még egy jó sok beton kell. Akkor most már ezt visszakapcsolom, hogy nehogy elfogyjunk. Research complete. Hol? Megvan az első terraformálós, majdnem az első. Kutatás. Erre még nincsen szükség, erre a felszíni melegítőre. Tigling generátort sem lenne most már butaság kikutatni. Sok áramot ad. Ez sem rossz a napelemekre, nem fognak beporosodni. Nagy tank még nem kell. 10-zel több kolonista sem hülyeség. De lehet, hogy ez a low engineering is jobban kell. Jó, akkor is ezt fogom elkezdeni. Mi az NSM? Ezt nem értem. De egyébként van a lehetőség, hogy összekapcsoljunk ezzel a csatornával. Itt van, ez a Passage nevű. Ezzel össze lehet kapcsolni kupolákat, és azon keresztül tudnak az emberek ide-oda járkálni. Vagyis meg lehet csinálni, hogy egy kupolában csak lakóházak vannak, és akkor a másik többiben pedig a munkahelyek. Hát erre van lehetőség. Ja, rájöttem, hogy az NSM közben egy nem akart lenni. És itt megint valahol folyunk. Leak detected, azt mondja, hogy innen, akkor gyorsan javítsátok meg, legyetek szívesek. Jött is a drón. Erő. Tehát még mindig nem a folyás, most van a folyás megjavítva. Azt mondja, hogy most már akkor lehet egy újabb expedíciót csinálnunk. Azt mondja, hogy mit érünk el. Ez 5 kolonista szükséges hozzá. Nem tudjuk, mi a juss. Ez új technológia, Research Progress. Ez 6 drón kell hozzá, ezt akár be is tudom fejezni. Jó, most nem tudom, hogy akkor igen, önállóan kijelölt 6 drónt, és el is indult, az úgy jó. Kicsit megboostoljuk a kutatást. Ez mindig nem épül. Miért nem épül? Mert nincs depozit, elfogyott a beton. Ja, akkor ezt most már lebonthatjuk. És akkor ide fölépítjük a következőt. Tulajdonképpen fordulhatjuk akár erre is. Próbáljuk a lehető legtöbbet lefedni. Mindenhol 1031, hogy akkor mindegy, hova rakjuk. Egy új anomáliát fedeztünk föl, ami remélhetőleg már nem a fensíkon van, hanem valahol lent, de hát sajnos a fensíkon van. Tényleg égető lesz ez a alagút megépítése is. Hiányzik még 5 alkatrész, 6 fém és az összes többi beton. Ide kipakolunk mindent. És most, hogy ez elkészült, hogy akkor ide már nem kell ennyi drón, illetve itt van a parancsnoki központ, ezt is ide elhozhatjuk. Lakásos helyre. Akkor azt mondja, hogy ebből a 10-ből hozzunk el, mint tudom én, 4-et ide föntre az építéshez. Egyébként 100 a kapacitása ennek most már, ugye a kutatással meg lett emelve. Nem, sajnos csak ez az egész plac áll rendelkezésre, amit itt belátunk. Ebből kijebb nem lehet építeni, úgyhogy ahhoz, hogy máshova el tudjunk menni, új játékot kell kezdenünk. És azt hiszem, arra sincs lehetőség, hogy két játék között mozogjunk a rakétákkal, úgyhogy ekkora plac, amit tudunk hasznosítani, de hát igazából hatalmas. Azt nézzük, hogy ezen a négy szögön van igazából majdnem mindenem, tehát mondjuk ezen a négy szögön, ugye most épült a burok, a kupola, akkor még itt hatalmas mennyiségű terület van, amit be lehet építeni. Jó, jön ki a beton. Akkor azt mondja, kell még 5 fém és a maradék 4 alkatrész.
Most ugye a kupola megépült a másik, most már kevesebb áramot fogyasztunk, úgyhogy erre is gondolni kell. Hát ugye ezek nappal nem dolgoznak. Akkor azt mondja, ebből még itt akkor négyet. Akkor a maradék az pedig a fém lesz, az meg... Tudom. Mindent. Azt mondja, megkaptunk egy új kutatást, sőt kettőt, akkor ezzel az expedícióval 4000 pont jutott, az nagyon jó volt. Akkor azt mondja, hogy mi az, amit még kell. GHG gyár, ez igazából nem tudom, hogy mit csinál, azt mondja, hogy üzemanyagot használ arra, hogy a hőmérsékletet megemeljük a Marson. Akkor ez egyelőre még szintén nem kell. Ezzel új magvakat tudunk a farmba jelölni. Ez viszont nagyon jó. A farm növeli a komfortérzetet a kupalán belül. Ez még nem kell. Ez sem rossz, ugye most már mind a kettőből lesz, vagy most mind a háromból lesz egy-egy, úgyhogy itt is a komfort lesz megnövelve. Ez még nem érdekes. Ez sem rossz. Hogyha mindenki a saját specializációban dolgozik épületben, akkor kevesebb a work penalty. Illetve ez ugye az egyetemhez fog kapcsolódni, ami most még nincsen. Itt van a deep scanning, ami szintén nem rossz. Mondja, hogy ez nem érdekes. Okos otthon, vagy egy újabb spire, nem? Akkor nézzük ezt az atom akkumulátort. Elleni fog. Igen, én szeretem a skifi játékokat, nem csak a skifi játékokat, hanem a skifi filmeket, könyveket, mindenféle ilyesmit, ami űrrel kapcsolatos, vagy bármiféle hát másik civilizációval, másik nép, hát végig felfedezéssel, minden ilyesmivel. De egyik nagy kedvencem volt még ezek a 4X játékok közül, a Stellaris, viszont azzal már régen nem játszottam, és hát újra meg kéne tanulni, hogy mi ott a menet. De nem tartom közönök, hogy abból is lesznek majd videók. Nagyon szeretem azt a játékot. Ja, hogy ez landolásra készen van. Szerintem visszakapunk 6 kis drónt, és akkor nézzük, hogy mi a következő, amit már tudunk csinálni. Itt 5 medikre lenne szükségünk, de az még szerintem annyi nincsen. Itt egy RC transport kell csak, és egy breakthrough a jutalom, úgyhogy akkor ezt is elvégezzük. Mert a transportot tudom addig nélkülözni, viszont a breakthrough az meg szinte nagyon, nagyon jó lesz. De akkor még hiányzik, ez micsoda? Metál, akkor ide hiányzik még 23 beton. Még gyorsan elhozom, utána küldöm el a transportot az expedícióra. Épségre a másik kedvenc a középkori játék, amit szintén szeretek. Akkor itt most ajánlom figyelmetbe a Medieval Dynasty nevű játékot. Az is városépítő, pontosabban faluépítő, és a középkorban játszódik. Még Early Access-ben van a játék, de már most abban is nagyon sok tartalom van, és rettentően addiktív. Sikerült belepakolnom nagyjából 2 hét alatt ilyen 50-60 órát, és olyasmit kell elképzelni, mint a most nagyon sikeres Valheim, csak ugye középkori settings-ben. Rendesen fát vágni, követ szedni, épületeket építeni, saját kézzel terszámokat gyártani, akkor van, ha nem is a szószoros értelmében vett kutatási fa, de ki lehet egy-két dolgot unlockolni, úgyhogy nagyon ajánlom mindenki figyelmébe. Medieval Dynasty. Ugye, hogy akkor itt most már tényleg mindenre készen állunk, lehet akkor hozzáadni a épületeket, leveszem is a sebességet, ne pörögjön feleslegesen, illetve nézzük meg akkor ezt a rakétát. Ezt akkor nem a földre küldjük vissza, hanem el akkor ide. Expedícióra. Transportunk el is ment. Közben itt elkezdett épülni az alagút mind a két fele, úgyhogy ez fantasztikus. Akkor hol van is az Explorer, küldjük ide be, és nézzük be ezt a sok anomáliát itt fönt. Ezzel egy időben akkor jöjjenek az épületek. Azt mondja, hogy
Ugye ez 4 főt lát el, viszont elég kicsi a lerakó felület, tehát ez ugye nyilván nem a legjobb megoldás. Ebbe 24-en férnek el, és még ez sem annyira költséges. Főleg, hogy most már van, tudok csinálni polimer gyárat, úgyhogy akár abból is tudok rendesen termelni. Akkor ez egynek ide nem rossz. Hát most az, hogy 12 árammal kevesebbet igényel a Nabum, le tudok tenni csomó ilyen nagy szélturbinát. Hogy azzal sem lesz probléma. Megépült az alagút, ahogy látom, akkor ennek is hozzá kell adni egy life supportot. Bár itt most még szerintem egyre felesleges, mert ide nem akarom fölvinni a kupolákat. Itt hely lenne hozzá. Itt nem hiszem, hogy lesznek kupolák építve. Akkor talán lehet, hogy nem is szükséges. Transport most megérkezett, be is küldem ide. Fog majd. Akkor azt mondja, hogy itt ez egy boost, search boost. Ezzel breakthrough-t lehet kikutatni. Egy research boost, és ezzel pedig új technológiát lehet felfedezni, úgy super. Konszol be is jött, akkor itt kéne, hogy jön, meg van nagyszerű. Akkor azt mondja, hogy chain commandbe fűzöm ezeket, és egyiket a másik után nézzük meg. Ide akkor még szükség lesz valószínű még több betonra. Illetve van még itt 31, akkor lehet, hogy polimerre így van. Hozzák is nekünk a drónok. Be van állítva a demand. Ezt most le is veszem rá, a több nem kell. Ennek a javítási költsége ilyen polimer, úgyhogy ez egy pont össze is klappol. Akkor ide mit tegyünk még be? Ide is mindenképpen kell egy lokális kaja termelés. Azt mondja, hogy legyen akkor egy ranch. Ne is farmot, hanem ranchot tegyünk ide. Mi a különbség? Azt mondja, hogy ez 8 betonba kerül, ez picivel többe, ez áramot is fogyaszt. Ugyanannyian dolgoznak. Hát nem tudom, kíváncsi vagyok, mert sose építettem, úgyhogy akkor kíváncsi vagyok, hogy ez itt tud majd nekünk adni, milyen állatot tudunk itt nevelgetni. Hát igen, a könyvekben mindig. Meg az azért is jó, mert ha nem is közvetlen emeli az embernek az intelligencia szintjét, de növeli az ismereteit, és választékosabban tud fogalmazni, meg hasonlók, úgyhogy jók a könyvek. Nagyon sok Star Wars-os, meg Warcraft-os könyvem van, szinte az összes Warcraft lore-os könyvvel rendelkezem. Nem egyszer olvastam el őket, imádom a Warcraft történetét. Ezek a drónok sem dolgoznak itt most sokat, sőt most már akkor ide sem kell ennyi. Lazsálnak. Vigyük át őket egy hasznosabb helyre. Breakthrough discovered. Na mégre megvan ez a Superior Pipes Breakthrough. Ezzel azt lehet csinálni, hogy instant és ingyen lehet letenni csöveket, és nem kerül semmiféle pénzbe a fenntartásuk, és nem is fognak szivárogni, úgyhogy ezt szinte instant elkezdem kutatni. Akkor utána jöhet a shuttle, utána az atomik akkumulátor, és nem is tudom, hogy melyiket csináltuk, vagy melyik volt berakva. Jöjjön akkor a deep scanning. Talán az volt a ötödik. Egy 57 áram van, akkor lehet, hogy nem ártana csinálni még egy akkumulátort. És ide is lepakolok egy-két szélerőművet. Mert ugye itt mind a apartman, mint pedig a ranch miatt meg fog emelkedni az áramigény. Az oxigén is most már pont nulla. Azzal akarom mondani a víz, hogy nem ártana még egy vízelőt vagy vízkinyerőt ide építeni.